Hello mindenki, ez itt Kerberus, és ezen a szép estén jelentkezek. Ugyanis, hát történjék meg a visszaszámlálás együtt, úgy gondoltam. 35 másodperc van egészen pontosan vissza az Avalon Eventig, és láthatjátok az itt elért pontjaimat. Picit már ráparáztam, hogy én sokkal úgy érzem betegebb volt, mint a múltkori, holott ezt könnyebb eventnek, eseménynek éreztem, de mindjárt bővebben kifejtem, hogy mire is gondolok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, és vége, lejárt. Hú, megmondom őszintén, hogy miután tudatosítottam, hogy a top 100-ban ismét kettő Hidden Blade, illetve nem, hogy ismét, hanem két Hidden Blade található, így eldöntöttem, hogy ismét beszeretnék kerülni a top 100-ba, ugyanis tudjátok már nagyon jól, hogy van kit fellevelelnem. Itt van Scarlet, itt van Gormek, ráadásul kihúztam Guardian Kongot, azon kívül Azlar is nagyon jó lenne, hogyha TC20 lenne olyan barátságos, és oda ajándékozná. Na most, remélhetőleg mindjárt kidobja az eredményeket. Per pillanat egy futópálya közepén sétálok, este van, ciripelnek a tücskök, ott van, egyszerűen túl meleg van, és már amúgy is az ideg rendszerünk ebben az óriási hőségben kissé meg van viselve, és amilyen ütemben az egyes játékosok, versenyzők léptek feljebb-feljebb a ranglistán, nekem is fokozatosan javítanom kellett, még csak nem ugyanaz a pontszám kijött, mint a múltkori event alkalmával, 590.135, akkor is 590.000 valamennyi volt, és a lényeg akkor az 39. helyre volt elég. Képzeljétek el, 39. helyre, egy eventtel később, amiről azt gondoltam, hogy egyébként sokkal nehezebb, és valóban nehezebb, ugyanazon pontszámmal 91. helyet szereztem meg, és helyet értem el. A múltkori esemény kapcsán 581.000 környékén pontszámmal még benne lehetett lenni a top 100-ban, most már 589.000. És láthatjátok, hogy nagyon durva volt a mezőny, ugyanis a 100. helyhez, hát majdnem kerek ezressel kreáltam több pontot, értem el több pontot, mint a 100. helyzet. Beleöltem ebbe is jócskán fejszéket, bombákat, nyilacskákat, úgyhogy már nagyon is szerettem volna, hogy akkor az a top 100 hely meglegyen. Szerencsére megvan. Szóval úgy kezdtem a bejelentkezést, hogy ez remélhetőleg egy jó kis videó lesz, ugyanis azon kívül, hogy egy picikét ismét elemezném az eseményt, az eventet, Arthur király eventjét, kijöttek teljesen oficiálisan kettes szezonnak, a második szezonnak a hősei, amiket már szépen le is mentettünk a line mappába. Ezen kívül beszéltem Encore-ral, a Seven Days Departed főemberével, miközben online videót készített és válaszolt az írásokra. Szóval jócskán történnek az események, ami miatt eléggé izgatott vagyok. Processing. Hát ez úgy néz ki, el fog tartani egy kis ideig. Na szóval, mivel hogy ez az esemény lehetséges amiatt, hogy Guinevere volt a tét, és úgy látszik, rengeteg sok embert megmozgatott, így bár nehezebb, objektíven szemlélve nehezebb eseményről volt szó, és hogy miért számlálom azt, a nehezebb eseményről volt szó, nagyon egyszerű, meg tudom nektek mutatni. Itt láthatjátok, ugye, Knights of Avalon eventet, a szörnyecskék, kékek, zöldek, lilák, és van olyan pálya, kérlek szépen, mint például a 7-es pálya, ahol a mobok, a pályán lévő mobok kékek, lilák, míg a hősök
piros és sárga. Szóval sokkal kellemetlenebb ez az event abból a szempontból, hogy míg ha megnézzük a teltokat, akkor gyönyörű szépen és rendezetten minden pálya, szörnyei, mobjai, sárga, zöldek. Ebből a szempontból mondom, hogy egyszerűbb, nem kell váltogatni, nem kell válogatni. Gyakorlatilag nagyobb az esélyed, hogy egy kisebb champion pool-lal, azért egy kisebb hős kompozícióval, ha rendelkezel kevesebb hőssel, akkor is jobb eredményt tud elérni. Ráadásul az a bizonyos epic piros synergy, azaz piros kombináció, mint már tudjátok, Falcon, Gormek, Scarlet, Lancelot, Boltask, az nagyon csak durván üt a zöldre. Szóval gyorsan, relatíve gyorsan, gyorsabban végig lehet tolni az egyes hullámokat. Ennek ellenére, hogy Knights of Avalon nehezebb volt, mondom én nekem az a tippem, hogy Guinevere miatt őrületes hajsza volt. Az első játékos ismét Antibiotic 650 ezer körüli pontszámmal lett első helyzet, míg Uklapak 648. Egyébként most ő söpörte be az első helyet a Legendary szinten. Szóval, hogy miről is beszéltem Encore-ral. Ugye mi... Na, közben megjöttek a nyeremények, díjak. Ugye tudjuk, hogy a jelenlegi patchben 50 ezer ponton belül, illetve 50 ezer helyen belül, ha szerepeltek, akkor a következő díjakat kaphatjátok. Rare szinten, Epic szinten, a top 100-ban benne van Sir Lancelot avatar, ami már egy csöppet ilyen presztízs kérdés is volt, úgyhogy amellett, hogy a Hidden Blade-eket szerettem volna, Lancelotot nagyon szerettem volna megkaparintani, mégiscsak egy lovag és tök király. Ezen kívül kettő World Flaska, Világ Flaska, Epic Hero Token, Epic Troop Token. Na és itt van az a kettő bizonyos Hidden Blade, amit úgy gondolom, hogy most már nagyon is megérdemeltem, mert amit beletoltam ebbe az eventbe, srácok, ne tudjátok, ez komolyan idegbaj. Két iránytű 20 manapoti exek, heal, ez is nagyon jó, 40 metal ore, a 8 roots is nagyon hasznos, bárha nem hű de sok, de ne panaszkodjunk. És a crude iron ugyancsak hasznos, úgyhogy nem rossz kis loot, bár hogyha őszintén akarunk lenni, amennyiben benne akarsz lenni a top 100-ban, többszörösét beletolott ennek, ami itt van. Úgyhogy mondjuk úgy, hogy egy kis része visszajön. És Legendary-n 5000-en belül, ha vagy, akkor pedig kapsz 3 flaskát, egy tokent és 10 bombát. Szóval gyűlik az avatárjainknak a száma. Megszereztük Lancelotot, be is tesszük. Tadám! Így mi? Beköszönjünk a fiúknak. Hey, check out my new avatar. Így mi? Szóval beszéltem Encore-ral, kérdeztem őt, hogy mi a véleménye erről az Epic szintről. Ugye még egyszer mondom, hogy a Seven Days Departed a number one világranglistán allianciának a vezetője. Na jó, hát ez most poén, mert éppen a harmadik, nem is tudom, hogy lehetséges ez. 90%-ban az elsők. Hol vagy Encore itni? Mondjon valamit erről az Epic stage-ről, és egyébként nagyon szimpatikus figuráról van szó. Mondta, hogy fú, nagyon nehéz dió, igazából ő azért nem is tolja, mert baromi stresszes, a messze menően a legtöbben ott versenyeznek, ugyanis hát elérhetőbb közelségnek tűnik, de nehezebb pont emiatt, mi ahol sokkal többen versenyeznek és akarják megszerezni a top helyeket. Ezen kívül ugye az itemezés, amiről már talán szintén szóltam, nem kedvező, manapotik kisebbek, ugye a damage kisebb, egy szolván, nagyon-nagyon sok repetíciót, nagyon sok ismétlést igényelnek az egyes pályák,
és nagyon sok türelmet és eszméletlen sok battle itemet. Ugye, szóval ennyit tudott mondani, ami végül is nem újdonság. Ugyanakkor az egy picit megnyugtató volt hallani. Ettől függetlenül tényleg még mindig varázslat övezi. Nem tudom elképzelni, hogy ezt a 650 ezres pontszámot például hogy lehet elérni. Az elméletem az eléggé helytállónak bizonyul, amit már megosztottam veletek, hogy csak menjünk végig ezt a top playereken, stackelni kell, azaz torlasztani az egyes hősöket, adott színű hősöket. Ugye Little Johnnak nagyon magas a base damage-e, itt van 4 zöld és boltász, aki buffolja őket uklapaknál. Ja igen, őt néztem. Zero-nál a 4 piros, 1 sárga bukongal működött. Pinapa nevezetű játékosnál a következő felállás, amivel, akivel egyébként én is tudtam tolni, illetve majdnem Scarlet helyett használtam ugye Lancelotot, és ez is egész jónak bizonyult, 3-2-es. Itt látunk egy 5 stackelős pirosat, itt látunk egy 5 stackelős pirosat, itt látunk egy 5 zöld stackelőt, szintén 5 piros, szintén 5 piros, és 4 plusz 1-es felállás. Szóval mindenképp igaznak tűnik a dolog, hogy stekelni kell egyszerűen ez a 4 piros karakter muszáj, vagy 4 adott esetben zöld színű karakter, nyilván attól függ milyen az event, és talán az 5 meg még jobb, mert bár ugye Wukong óriási a, szóval nagyon megdobhatja a damage-et, de hogy ott van az esély, hogy misszel, és hogyha 5 pirosod van, akkor már annyira te nem is szükséges neked, hogy bukongot legyen. Egyszerűen az olyan synergy dob, hogy a synergy az összjátékot jelent, az olyan együttműködése teszel szert az 5 pirosnak köszönhetően Falconnal és Cormackkel, hogy nincs többé szükséged bukongra. Úgyhogy ezért fejlesztem én is Scarletet és Cormacket. Gormeket fogom egyébként elsőként felhúzni, és csak utána Scarletet, hogy majd a novemberi, decemberi, nem tudom pontosan még mikor lesz teltokon, már ővelük tolhassam. Szóval visszatérve a damage-re, iszonyú damage-eket tolnak ezek az első három top 10 játékos. Meg tudom mutatni az én pontomat, pontjaimat, meg tudom nézni. Nem, már nem. Nem számít. Egy pillanat, akkor mutatjuk itt. Recent. Szóval ez lett a végleges ugye pontszámom, és ezek lettek az eredményeim. Na most itt az érdekes, hogyha összevetjük, hogy ezt a legutóbbi eredményemmel, már csak át kellene rakni ebbe az albumba ide, így, hogy össze tudjam hasonlítani a dolgokat. Szóval ez volt az a bizonyos Teltok event. Nem tudom egymás mellé rakni a két fotót, de láthatjátok 43, 46, 47, 51, 42, 47, 47, 50, 53. Itt hagyom egy picit a képernyőt, és meg tudjátok, le tudjátok csekkolni ezeket az eredményeket. Ugye tényleg 590 ezeret csináltam mind a két event alkalmával. Ennél az eventnél a 6-os pálya, azt hiszem így van, a 6-os pálya, az valami brutális erőse sikeredett, és a 2-es pálya is brutális erőse sikeredett. Kiemelném a 2-eset és a 6-osat, mivel ez a kettő pálya volt a legideálisabb, max hősökkel letoltam a hírókat. Nagyon jó időt is zártam, és 47 ezer 2-es pályánál, 6-os pályánál 62 ezeres eredményt értem el.
Na most itt pedig látjátok a múltkori győztest. Kettes pályán, ugye nekem volt 47, az olyan szuperpályán, aminél már nem tudok elképzelni jobbat, nála 50.438, és a hatos pályámnál, ami ugyancsak egy brutális jobb pálya volt, és nehezen tudok elképzelni jobbat, az 62.000-esre sikeredett, míg a múltkori győztesnek 67.500-ra. Szóval gyakorlatilag elérkeztem arra a pontra, hogy tényleg egyetlen egy esélyét látom az ilyen kaliberű eredménynek, az ilyen kaliberű pontoknak, hogy mindenképpen azt a 4 plusz 1, 5 plusz 0-ás hős kombinációt kell tolni. Egyébként nem tudom, hogy ez tényleg hogyan lehetséges. Értitek, ha legalább egy pályát kivinnék, illetve megcsinálnék egy pályát olyan pontszámra, mint mondjuk ez a top 1, akkor azt mondanám, hogy onnantól kezdve tényleg elérhető, ritka, nehéz, de megcsinálható a dolog. Ugyanakkor egyelőre nem így áll a dolog. Szóval, ezek a legfrissebb tapasztalatok az eventek terén. Nagyon örülök az eredménynek, Lance Avatarnak, és biztos, hogy folytatni fogom, szóval nem mondom azt, hogy feladom, vagy feladnám bármikor is, de szükség van hősökre és hősöknek a fejlesztésére. Ezen kívül nem tudom, mondtam-e, mutattam-e, de úgy döntöttem, hogy pont emiatt, szóval pont amiatt, hogy a piros hősöimre fókuszálok, ezért nem várok tovább a 4 csillagos piros trúpra, hanem elkezdtem ezt a 3 csillagos trúpot fejleszteni, és mindenem, ami volt, megetettem vele. 16-os levelnél tart per pillanat, és remélhetőleg novemberre eléri ezt a 20-as maximum szintet, és akkor majd beszámolok arról, hogy így a trúpok mennyi plusz sebzést adnak, mennyi százalékos plusz sebzést tudnak okozni. Jó, ugyanakkor tényleg nem gondolnám, hogy ez a döntő, mert hát láthatjátok, ha megnézitek az eventen, igazából szinte mindenki max. 5-6-7-8-as trúpokattól, mert nem sűrűn fejlesztik, mindenki a 4 csillagos trúpjaira fókuszál. Szóval ennyit az eventekről, illetve arról, hogy mit mondott Anchor az Epic szintről. Igazából én is gondolkodok azon, hogy legközelebb a Legendary szintet pályázom meg, ugyanis a Legendary szinten nemes egyszerűséggel már jobbak az esélyeid, jobban tudsz kombinálni, van 5 csillagos hősöd, azok mellé még beraksz 4 csillagosakat, és maradt is a 4, illetve 5 azonos színű hős. Jó, szóval ennyit az eventről. Éppen bekaptunk egyébként egy Rare Titant, egy 10 csillagos kék unikornist, amelyeknek ugye bónusz lehetőség van, hogy dob egy teleszkópot. Mert például 29-en vagyunk, remélem, hogy aki hamarosan be fog ugorni, ugyanis el kell most minden segítség. Ugye kaptam pár tokent. Nézzük meg, miket dob. Egy Jill, egy Ho, egy Tudan, és itt pedig kaptunk egy 3 csillagos trúpot. Epic Hero tokenből van 6, de azt gyűjtögetjük Hellre. És most esik le a Tantusz. Kérlek szépen benneteket, hogy még terveztem volna egy legutolsót húzni az eventen. Hát ha a jó sors megajándékoz egy Guinevere-rel, de annyira ráizgultam, nehogy kicsusszak a százból, hogy még az utolsó percekben is toltam az utolsó pályát, a 10-es stage-et, és nemes egyszerűséggel elfelejtettem pullolni. Na mindegy, nem szomorkodok miatta, ugyanis a videóm fő témája mind a mellett, hogy már majd 20 perce beszélek, hogy megvannak a Season 2-es karakterek. És a Season 2-es karaktereket nagyon-nagyon csábítónak találjuk. Le is töltöttem őket
Úgyhogy meg tudom nektek mutatni. Itt is van. Season 2 Heroes. És hogy ne legyen nagyon-nagyon hosszú a videó, illetve, hogy egy kis cliff, hogy is cliffhanger-t vigyek, ez most ciki, cliffhanger-t vigyek a részbe, ebbe a videóba, a hármas hősöket fogom megmutatni, és egy következő videóban, az pedig abszolút a négyes, illetve öt csillagos hősökre fog fókuszálni. Szóval, az elképzelés az nagyon érdekes. Itt van egy háromcsillagos hős, Namahage. Láthatjátok, hogy egy kis virág van a karja mellett, a feltartott karja mellett. A mellett egy family szó, azaz család található. A season 2-ben, a kettes, második szezonban lesznek ilyen családok, különböző családba tartozó hősök. Lehet, hogy ezek is egymásra fognak bónuszsebzést osztani, ezt még nem tudom. Mit tud Namahage? Ő egy háromcsillagos piros hős, a szeme igazából egy Pokémonra emlékeztetnek nekem, illetve engem. Gyorsan a töltődésű hős, mondjuk nem fogok itt sűrűn fordítgatni, mivel nem olyan lényeg. Láthatjátok a számokból, 245%-os sebzést ad. És nyilván a háromcsillagos hősök is jobbak lesznek, mint a szezon 1-es háromcsillagos hősök. Úgyhogy rögtön egy tip, amennyiben szeretnétek mondjuk a Rare Eventen részt venni, illetve versenyszinten szóval kipróbálni magatokat, akkor ma érdemes ezeket a háromcsillagos hősöket fejleszteni, ugyanis tudja, hogy mind jobb lesz, mint a szezon 1-es hősei rögtön. Gyors manatöltődésű, mondjuk 3-as szinten, nem tudom, hogy 531-es mennyire mennyire jó vagy sem, de ez a második pont leírás, hogy 45% plusz sebzést kap, majd további 20% plusz sebzéseket 5 körön belül mindig, amennyiben üt a karakter, amennyiben piros mozaikokkal találsz, az azért a végére már elég durva sebzés. Szóval ő Namahage. Aztán itt van Chokin, nevezzük Chokinnak az illetőt. Average, azaz közepes töltődésű, ugyancsak a virágcsaládba tartozik. 215%-os sebzést okoz a három karakternek, azaz a célpontnak és a mellette lévőeknek. Illetve a hősünk Chokin és a mellette lévő szövetségesek 20 plusz, nem bocsánat, az ellenfél és a mellette található szövetségesei mínusz 24%-ú mana regenerációt kapnak 3 kör erejéig. Unholy Light. Warcraftban Holy Light, itt az Unholy Light. Következő ez a szépség, kicsit ilyen körös beütése van a leázónak, Gilra. Ő slow, azaz lassú, és a leveles családba tartozik. Minden ellenfél mínusz 34 páncél, minden ellenfél mínusz 34 sebzés, 4 kör erejéig, illetve dispel status ailments from all allies, minden negatív buffot, minden átkot a saját hőseidről levesz ez a sellő boszorkány. Itt van Gato, ugyancsak leveles család, gyors manatöltődésű karakter, 260%-os sebzés, célpontnak. The caster and nearby allies are immune to new state. És ez egész érdekes, elég ütősek egyébként ezek a második, harmadik képességek. Ez azt jelenti, hogy a Gato és a szomszédos karakterei immunisak lesznek 3 kör erejéig a buffokra, átkokra, illetve a debuffokra, átkokra. Ami egész jó kis képesség tud lenni, hogyha stratégiailag jól helyezed ezt a dolgot. És nézzük meg akkor, hogy a sebzéseik milyenek ezeknek a karaktereknek. 5-21, ugye ő játszik leginkább, ő játszhat mondjuk eventnél, 5-21 és 5-31. Úgy látom, hogy ez a Namahage, ő nagyon közkedvelt és egy must have karakter lesz annak, aki rare eventet fog akarni nyomni. Itt van Nessus.
aki egy atlantiszi és a kagyló családba tartozik. Atlantiszi dárda a képessége 320%-os sebzés, és minden buffot eltávolít az ellenfélről. Na hát ő elég imba szerintem. Három csillagos hősnek, gyors mana töltődés, nagyon szép sebzés és debuffer. Szóval ő egy eléggé ütős karakter, ezt már most láthatjuk. És már itt is lennének a négy csillagos hőseink. Engedjétek meg, hogy rájuk kukkantsak. Nem. Következő három csillagos. Kagyló családba tartozó Mélia. Ugyancsak gyors mana töltődésű karakter, 510 alapsebzéssel, 145%-os sebzés nyom az összes karakterre. És hát ezt nézzétek, megint csak egy három csillagos, aki a plusz 30% kritikál esélyt ad 4 kör erejéig, azt a mindenit. Hát gyors mana töltődéssel gyakorlatilag ez végtelen 36 plusz 36% kritikus sebzés, úgyhogy ez már most megmondható, hogy több, mint valószínűleg ő is egy master karakter lesz annak, aki a hármas rare eventen akarja kipróbálni magát. Ő Mélia. Jó, és akkor ők lennének az egyelőre hármas csillagos hőseink. Láthatjátok, hogy 20 karakter van egyelőre, amiről tudomásunk. 20 karakterről van egyelőre tudomásunk. Én most megmutattam, ugye egy pirosat, kettő lilát, egy kéket, egy zöldet, egy sárgát. Minden bizonnyal és nagy valószínűség szerint jönnek még három csillagos karakterek is. És akkor egyelőre búcsúzom. Ez volt tehát az event kibeszélő encore válasza, illetve három csillagos kettes szezon hősei. És akkor találkozunk a következő videóban, ahol pedig a négy csillagosakat fogom egy picit behatóbban elemezni, illetve lefordítani nektek, hogy ki mit is fog pontosan tudni, és ki mennyire várós karakter. Úgyhogy további szép estét mindenkinek, sziasztok!